magyaroknak külön kategóriáik van, az tapasztaltam a keleti parton, a Harvard környéken, a nyugati parton. Az ember azt mondja, hogy magyar, mindenkinek a Tellereddel jutott eszébe, most ugye rég nem elhult Oláh György. De a magyaroknak egy nagyon jó szakmai nevük van, nem is szóval, hogy hányan jöttek ki 56 után az IBM alapítója, az Intel alapítója. Hát ezek óriási nevük. Dr. Szabó Sándor, orvosprofesszor, kutatóorvos. A stressz kutatója. A jelenséget felfedező Selye János professzor, a világhírű tudós, utolsó doktoranduszainak egyike. A gyomor és nyombélfekély és más stresszel kapcsolatos betegségek molekuláris mechanizmusával foglalkozik, és ezek újszerű kezelésén és megelőzésén dolgozik. Már Adár születtem, és az elemi iskolát magyarul, Szabas Gábor elemi iskolát magyarul fejeztem, utána a Szabadkai Magyar Gimnáziumba mentem, de az orvosit már a belgrádi orvosi karon végeztem, és abban az időben 5 éves volt az orvosi kar, és aztán 3. éves koromban tanultunk először a stresszről, vagy szerbül úgymond a generálni obsti adaptációs szindróm puhánszú szélió. És nekem gőzöm nem volt arról, hogy az ő részben magyar származásom, de pár érdekes szerb kollégám mondta, hogy hát Sanyi, ez félig magyar tudós. És utána néztem kisüt, hogy igen, ha már Bécsbe született, az apja magyar sebész volt, az anyja német volt. És már akkor Belgrádban kutattam, írtam a Selyének, hogy én szeretnék kutatással foglalkozni, és a stressz elmélet nekem nagyon tetszik. És azt hittem, hogy a Selye nem fog sohasem válaszolni, mint az Isten, egy héten belül repülőpostával megjött a válasz, hogy igen, Sanyi, hogyha befejezed az egyetemet, akkor kijöhetsz esetleg PhD-t csinálni, és így kerültem a Selye intézetbe Montrealban. A Selyénél 40 PhD végzett, de senki nem tudja, hány kezdett. Azt tudjuk, hogy 3 magyar fejezte be. A Bajusz Őrs a 60-as évek elején a szívbetegséggel foglalkozott, sajnos abban is halt meg elég korán. Utána volt a Somogyi Árpád, aki Magyarországról származik, most is az akadémia külső tagja. Ő volt előttem a 38. és én voltam a 39. Tehát amire mi tudjuk, ahogy tudjuk, csak 3 magyar diákot, és most tudjuk, hogy 40 PhD diák került ki a keze alul, körülbelül 45-től 82-ig, tehát nem is évente egy. És azt soha nem tudja, hogy hány kezdtem, mert nagyon szigorú volt, amit később én is tapasztaltam. Sok ember elkezdte, de elküldte 1-2 éven belül, és nekem is azt mondta, hogy 1 évig mehetek ki. És 1 év alatt nekem utána meg kellett csinálni a master tézist, és amikor látta, hogy elég szorgalmasan dolgozok, értelmesen, akkor meghívott, hogy maradjak ott és a PhD-t is fejezem be. De el kell mondani róla, hogy nagyon rendes ember volt, 10 nyelven beszélt. Például amikor megérkeztem az intézetbe 69. október végén, csak mentem a folyosón, mutatták a szobámat, és hátulról rám köszön valaki, Pálinkás, jó reggel. Megfordultam, és láttam a Selyét, képről megismertem. Tehát perfekt beszélt magyarul, amikor hétvégén együtt boncoltunk patkányokat, mindig magyarul beszéltünk. Az intézet főnyelve hivatalosan francia kellett volna, hogy legyen, de mindenki angolul beszélt, mert a tudománynyelve az angol is. Keményen kellett dolgozni, a sejediákok sokszor mondják, a stresszet nagyon érdekes meghatározni, a stresszt a Selyével élni és dolgozni. De túléltük, sok tudományos közleményem volt vele, és nélküle is, és nagy felfedezéseket csináltunk, és így kerültem utána, a PhD után a Harvardra. Milyen volt vele együtt dolgozni? Hétfőtől péntekig mindenben szigorú volt. Nagyon szigorú volt, sokszor, amit az intézeti pletykákból tudok, én majdnem négy évet voltam ott, sokszor embereket félreállított, hogyha vitába került, vagy nem tetszett, amit csináltak.
egy ilyen hírhet kifejezés volt a montreali sejintézetben, hogy a frizsiderbe tette őket a hűtőszekrénybe, mert azzal az ember utána nem beszélhetek egy hónapig, a kísérleteit nem engedte, vagy csak nagyon korlátozta, úgyhogy nagyon szigorú szakmai szinten, de hétvégén egy angyal volt, és ilyenkor lehetett vele beszélni. És azért hangsúlyozom a hétvégét, mert volt neki mindig egy első asszisztense, első tanársegéd, és a Somogyi Árpád csinálta előttem, utána én kaptam ezt a tiszteletet, és ezért dollárra többet kaptam, ha mondtam. De kanadai szempontból még 60-as évek, még 70-es évek elején sem nem volt nagy pénz, de tisztesség volt. És akkor beszélt az életéről, a házasságairól, a gyerekeiről, a tudománytörténetről, úgyhogy két teljesen más ember volt hétfőtől péntekig és szombat vasárnap. Mit tanult tőle a szakmaiságon túl? Az eredetiség fontosságát, hogy kutatni kell, és a kutatásban nem elég csak megismételni, amit mások csináltak, például valaki megcsinálja egére, megismételjük patkányon, arra kell törekedni, hogy eredetiség legyen. És az intézetében a nagy mottoja mellett a kreativitást hangsúlyozva két nagy fénykép volt, az egyik volt Einstein, a másik Pavlov. Mert mind a kettő eredeti volt, ugye mind a kettő Nobel-díjat kapott, és soha nem szűnt meg esélye hangsúlyozni, hogy gyerekek, ha kutattok, don't just do the next obvious step, do something original, ne csinálj csak a következő nyilvános lépés, hanem eredetét kell csinálni. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb tanulság tőle, és a másik az, hogy keményen kell dolgozni, semmi sem jön ingyen. Ha tényleg reggel 6-tól este 6-ig dolgozott, olvasott, írt, metszeteket nézett, úgyhogy a kemény munka és az eredetiség a fontosság az egyik legnagyobb pozitív tanulság, amit az intézetéből elhoztam. '84-ben fejeztem be az egyetemet, utána egy-két évet dolgoztam a belklinikán. Magyarországon évente volt abban az időben a gasztroenterológiai társaságnak egy gyűlése. A Szabó Sándor abban az időben mint egy meghívott előadó és meghívott tagja a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak előadást tartott, és felajánlotta, hogy kutatókat szívesen fogad a Harvard Egyetemre, fiatal gasztroenterológus kutatókat szívesen fogad magához, tudja őket támogatni. Úgyhogy valójában ez így kezdődött. Ott kutattam vele, végül is a PhD-met azt a Magyar Tudományos Akadémián védtem meg. És utána hát ugye volt egy személyes kapcsolatunk is. Ez a plakát, amiből 200 példány készült csak a világon, Sejének adományozta egy híres festő, nem tudom hányan ismerik fel ezt az aláírást, ugye Salvador Dali a Sejének a barátja volt, és amikor Sejé az utolsó szimpóziumot csinálta Monte Carlo-ban 1979-ben, akkor Dali neki ajánlotta a program borítóként, de és ebből csináltak 200 posztert. Úgyhogy ez az egyik a 200 körül, sajnos egy kicsit kifakult, de egy történelmi jelentőségű poszter. Valójában ez az egyetlen programfüzet a 79-es szimpóziumról. Tessék megnézni. 79, tehát ezt Sejér csinálta, és 4 Nobel-díjas vett részt. A Christian de Dove, Roger Gilman, a Sejének a diákja volt, Sir Hans Krebs és Linus Pauling. A stressz az egy olyan átfogó nagy terület, ami jóformán a neuroendokrin szerven kívül, amit eredetileg Sejje felfedezett, minden szervünket érinti. De
a legtöbb SEJE diák a három főleg stressz által érintett témával, szervrendszerrel dolgozott. Ugye az első a neuroendokrin elváltozások, utána a limfatikus immunrendszer, és a harmadik a nyombél rendszer, mert a gyomor és a nyombélpeké a nagyon súlyos stressz, a distressznek a következménye. Én a fekér részre koncentráltam, és mióta tőle eljöttem Harvardon is, és itt Kaliforniában is, csak a fekély kifejlődésével, molekuláris mechanizmusai voltak, folyamataival, génexpresszió, génterápia, és minden ilyen molekuláris dologgal foglalkoztunk állatmodellekkel, mert csak állatmodelleken lehet tanulmányozni azt, hogy fejlődik ki a fekély molekuláris szinten, biokémia. Mert ugye beteg embereken nem lehet azt tanulmányozni, hogy fejlődik ki a fekély. Amikor megjelenik egy fekélyes beteg a klinikán, azt csak kezelni kell, hogy minél előbb kigyógyuljon. De azon nem lehet tanulmányozni, hogy alakul ki. És a SEJE-nek köszönve mindig hangsúlyozta, hogy állatmodelleket kell használni, és például bizonyos anyagok beadása után 24 órán belül előjön a nyombélfekély, de van 24 órán szószoros értelme föltérképezni, hogy milyen biokémiai molekuláris elváltozások vannak. 80 éve jelentek meg az első közleménye, az első valójában 36-ban, tehát tavaly volt a 80 éves évfordulója, utána 37-ben jelent meg egy másik közleménye, egyikben se használta a stressz kifejezést, azt mondta, hogy ez egy non-specifikus adaptációs szindróma. Angolul General Adaptation Syndrome, GAAS, ami jó hangzott, de sokan kritizálták. Tehát 37-ben használta ezt, tehát a hosszú nevet. És ez körülbelül 10 évig használta, soha a stresszt le nem írta. A stresszt először az 1950-ben megjelent stressz monográfiába használta, egy ilyen vastag, körülbelül 1000 oldalas kiadvány. Annak a főcíme már a stressz, de alcíme The Pathophysiology of General Adaptation Syndrome, tehát az általános adaptációs szindróma korrélettana. És ezt azért fogadta el végül, mert azt mondták, ez a hosszú név, ez túl komplikált. És azt neki mondta el a szombati meg vasárnapi magyar beszélgetésünkben, hogy én ezt azért nem akartam használni, tudtam, hogy létezik az a szó stressz, de azt fizikában használták. A fizika az egy feszültség, mint a strain. És attól félt, hogy azért fogják kritizálni, hogy egy fizikai szót használ biológiai folyamatra. És utána meggyőződött, mert azért sokat hallgatott a kritikára, akármennyire is föl volt háborodva sokszor, és átvette a szavat, és utána 60-as, 70-es években meg azért volt büszke, hogy hát gyerekek, én bevedettem a stressz minden nyelvbe. Oroszba is stressznek hívják, japánul is stressznek hívják. Ez a feszültség, vagy stressz, vagy idegfeszültség, ez jó, vagy nem jó? Hát jó is, és jó is. Ez volt a SEJE utolsó nagy felfedezése, amikor rájött, és ez nem az ő felfedezése volt, de azt el is fogadta, és nagy kreditet adott a Bernard Lévy svéd szociológusnak, és az is orvoskutató volt, de aki emberekkel is dolgozott, aki észrevette svéd katonákat tanulmányozva, kitéve harci körülményeknek, és este pornográfia filmet mutatott nekik, és mérte a szteroidok meg a katekolaminok emelkedése a vérbe, hogy mind a nagy negatív stressz alatt, tehát a harci esemény szimulálása után, és este is, amíg a nagy jókertben ugyanannyira megemelkedtek ezek a neuroendokrin faktorok. És a Lévy ezt elnevezte pozitív stressznek, vagy negatív stressznek. A SEJE nagyon könnyen teremtett szavakat, és ő ezt leegyszerűsítette. A negatív stressz, azt mondta, a distress, ami szintén angolban létezett ez a név, mint distress, mint egy nagy megrázkodtatás negatív értelemben. A eustress pedig az eufóriából, az eufóriából származik. És manapság ezt tanítjuk, hogy igen, a mellékveség nem tudja megkülönböztetni, hogy az ACTH, az adrenokortikotrofik hormon, ami az agyalapi mirigyből származik, miért szabadul föl, és miért stimulálja a glukokortikoidok kiválasztását,
de az agykérgünk és az agybizonyos része meg tudja különböztetni pozitív, negatív stresszet. És ez a 21. század stresszkutatás egyik legnagyobb kihívása, hogy megértsük ennek a molekuláris hátterét, és már vannak molekuláris kandidátok, a BDNF, a Brain Derived Neurotrophic Hormon, lecsökken negatív stressz alatt, de fölemelkedik az agyrészeken pozitív, jó stresszbe. Elsősorban a stresszt nem lehet elkerülni, ezt a sejének sok mondása volt, de az egyik legkeresebb mondása volt, hogy a stress is not what happens to you, but how you take it. Nem az a fontos, hogy mi történik veled, hanem hogy reagálsz. És az ember át tudja jóformán programozni az agyát, hogy nem szabad mindenre túl reagálni. Hogyha az ember egy forgalmi dugóba kerül, nem kell azért kiabálni és idegeskedni, hát ez a külső tényezők határozzák meg, ahova megy az ember. Ha a főnökével nem ért egyet az ember, nem kell nyilat konfrontációba menni, találjon az ember megoldás, hogy ezt privátul elintézem. Tudom, ez könnyű mondani, mint csinálni, de manapság sok technika van, amire igenis megtanítják az embereket, hogy ne csináljanak túlreakciót a distresszre, hanem próbálják a jó stressz föl elevéteni. Mert a legtöbb dolog vagy megoldódik, vagy lelassul, vagy átalakul. Tehát az embernek át kell programozni jóformán az agyát, és ne reagáljon túl. És erre vannak gyakorlati, nagyon jó gyakorlati ajánlatok. Én nem használok jogát, de az egy nagyon hasznos dolog, amit én is gyakorlok. A napi fizikai tevékenység, aki másképp nem tud mozogni, legalább 30-60 perces mozgás naponta. Ez is átalakítja az embernek a pozitív reakcióit, és talán így lehet a distress eustressnek átalakítani. Visszatérve az ön területéhez, a gyomorfekék kialakulását a negatív stressz okozza? A gyomorfekély, és ami valójában a legtöbb, a nyombélfekély, a duodenális fekély, az kb. 4-5-ször magasabb, mint a gyomorfekély, az csak disztressz csinálja. Jó stressz nem csinál sohasem ilyeneket. Több okból, mert talán akkor nem annyi kártékol, ami szabadul föl, de ez egy jó kérdés, hogy a fekélyek csak a negatív stressz alatt alakulnak ki. Általában például tüdőrák, meg hasnyálmirigy rákra, amennyire tudjuk, a stressznek nincs hatása. Ahol van viszont, az viszont a colitis ulcerosa súlyos bújtása a stressz által, és az sokszor a colitis ulcerosa átmegy fekélybe. Daganatban, rossz indulatú daganatban. De az nem azt jelenti, hogy a stressz okozza. Ezt az irodalmat átnéztem épp most, mert most jelenik meg Magyarországon egy könyvünk a stresszről a nagy közönségnek, és direkt átnéztem el az irodalmat. Erre, hogy a stressz rákot okoz, nincs meggyőző adat. Igen, hozzájárul, mint egy modifikáló faktor, de nem mind okoz. És ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a seje is élete végéig hangsúlyozta, hogy nem szabad a stressz fölöslegesen használni. Ő mindig elmondta nekünk az intézetben, hogy az első 30-40 évben azért harcoltam, hogy a stressz fogalmat elfogadják. Az utóbbi 10-20 évben azért harcoltam, hogy ne használják fölöslegesen. És ezért alapítottuk részben ezt a stressz nyelvű szabad egyetemeket, hogy próbáljuk a szakértőket és az értelmes fiatalokat, szakértőket bevezetni a utolsó tanítására. Meg kell érteni a stresszt, de nem szabad túlságosan, fölöslegesen használni.
is tartja olyan fontosnak, hogy gondozza Selye szellemi örökségét, munkásságát, és megörökítse könyvben is? Próbáljam, de Selye nem tud befejezni, mert valójában fiatalon halt meg. 75 évesen, 82-ben, tehát a manapság dolgozhatatlan tovább. Szent Györgyi 92-93 éves korában halt meg. Hogy nem tudta befejezni az életpályáját, és ezért érezzük kötelességünknek, hogy tanítsuk az embereket, hogy ne használják fölösleg a stressz a szót. Értsék meg a stressz fogalmát. Tegyenek különbséget a distressz és a eustressz között, és próbálják átalakítani, vagy megelőzni, vagy kezelni, vagy manage the distress, és inkább a eufóriára, a eustresszre foglalkozzanak. A könyv a Dr. Szabó Katalinnal, a Semmelweis Orvosi Múzeum főmúzeológusával állítottuk össze. A könyv 10 fejezetből áll, Katalin itt 3 fejezetet a Selye eredetéről, és tényleg sok eredeti dolgot fejezett föl, hogy honnan származik, mert valójában Komáromban éltek, de sokkal északabbról jöttek, és a Katalin írja a magyarországi működését. A 7 fejezetet én írtam, és ez először magyarul jelenik meg, hogy nem csak a stresszre koncentráltunk, az volt a fő téma, ugye, mert 80 éve jelentek meg az első közleményeim, az idén született 2017 Selye 110 éves lett volna, ha élt volna, tehát a stresszre koncentrálok, de sokat beszélünk az, hogy ő fedezte fel a szteroidoknak a felosztását, ő nevezte el a szteroidokat, glukokortikon, mineralkortikon, Selyétől származik. A magyar orvosok többsége nem tudja ezt, hogy miért nem kapott Nobel-díjat ezekkel a felfedezésekkel. Akkor az állatmodellek fontossága. Ez mindebben a kis könyvben fog megjelenni. A Kalifornia Egyetem Irvine szakára hívtak már 80-as évek végén Orvostani Intézet vezetésére. El is jöttem, előadást tartottam, de akkor visszamentem a Harvardra. És utána a 90-es évek végén akkor is hívtak ide, és akkor elfogadtam, és 94-ben így kerültem ide a Kalifornia Egyetemnek a Long Beach VA Medical Centernek a patológia osztályának a vezetésére, és a UCI-nak professzori állására, mert a VA Medical Center a UCI-nak a legnagyobb oktatási bázisa, és azóta is ott vagyok a kutatóállásban. Itt folytattuk most már körülbelül több mint 20 éve ugyanazt a fekélykutatást, amit Bostonban kezdtem. A 2010 után az akadémia külső tagja lettem. Az akadémián is több szimpóziumot szerveztünk, részben a stresszről, részben a stressz más, mint stressz felfedezéseiről, épp mondom a szteroidokról, amit nagyon kevesen tudnak, és az elmaradt Nobel-díjról, és az innovatív medicináról, tehát sok kapcsolatom van a magyar tudományos élettel, kollégákkal, nem csak a mai szűk Magyarország területén, hanem tényleg az igazi Kárpát-medencébe és a környékbeli országokkal is nagyon jó kapcsolatom van. Amikor a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett, megalapított egy amerikai-magyar akadémikusok társaságát. Azóta ezekkel évente összejövünk. Los Angelesből, San Diegóból, Memphisből, New Yorkból, Washingtonból 15-20 ember, aki ebbe aktívan részt vesz. Az első gyűlés az itt volt nálunk a lakásban, meg itt egy szállodában nem messze, előadásokkal, mindennel, társadalmi programokkal. A második gyűlés az most volt áprilisban New Yorkban. A magyar tudománynak
de általában a magyaroknak jó nevük van a világon.